Ha már itt kitüntetésekről vagy díjakról volt szó, azt hiszem, hogy a legnagyobb öröm a pedagógusok számára, hogyha boldog, csillogó szemű gyerekek veszik körbe. Ez így volt mindenképpen tegnap Ramocsa házán, ahol a harmadik térségi színházi találkozót rendezték meg, és csupa-csupa csillogó szemű gyerek volt a helyszínen, de erről most hamarosan vendégeink sokkal többet tudnak mesélni, hiszen ugye a polgármester úr mellett az iskola igazgatója, illetve Belinszky József személyében pedig a Tomsics Rudolf alapfokú művészeti iskola pedagógusa jött el hozzánk. Hát úgy hallottam, hogy állítólag már majdnem 100 éve van színjátszás Ramocsaházán, polgármester úr, erről te többet tudsz. Igen, nem azért, mert 100 éves vagy nyilván, hanem hogy azért a színjátszás történetét egészen mérehatóan ismered. Igen, az első világháború után indult el, a református egyház keretein belül. Ugye ez tartott egészen addig, amíg az a tiszteletes, aki ezzel foglalkozott, Ramocsaházán szolgált. Majd ez szünetelt, úgy tudom, hogy az 50-es évektől, és abban a szerencsében volt részem, hogy ifjú reformátusként, nagymamámat hallgatva, újra felélesztettük, és az egyik alapító tagja voltam annak a csapatnak, aki újra felélesztette Ramocsaházán ezt a színjátszást. Kezdetben csak református ünnepeken, tehát nagy egyház ünnepeken tartottuk. Később nem csak Belinszky tanár úr segítségével, hanem önszerveződő módon minden nagyobb rendezvényünket, amely főleg a nemzeti ünnepekhez kötődött, színjátszással elemenítettük meg, eljutva egészen odáig, hogy saját Ramocsaházi október 23-ai eseményeket darabbá formálva amatőrök adtak elő. Most pedig tanár úr vezetésével a gyermekeink azok, akik ezeket a műsorokat készítik. És tulajdonképpen ugye most már gyakorlatilag helyet is adtok ennek a találkozónak, ami viszont túlmutat a település határain, hiszen több helyről is érkeznek. Még egy kérdés talán azzal kapcsolatban, hogy amellett, hogy ugye nyilván öröm és egy együtt gondolkodás, együtt játék, mennyire alkalmas mondjuk egy ilyen rendezvény arra, hogy esetleg milyen kapcsolatok szövődjenek, vagy kicsit talán a turisztikai szempontokat is figyelembe véve egy kicsit a településnek a marketingét is esetleg lehessen növelni. Hát bízunk benne, hogy így van, hiszen egyre jobban bővül a látogatóink száma. Tehát a mai napon úgy tudom 7 csoport jött el, nyíregyháziak is voltak, beszélgettem is nyíregyházi gyermekekkel, a főterünkön sétát tettek, nézték az emlékműveinket, tehát mi bízunk benne, hogy ennek előbb-utóbb nagy jelentőség lesz, és szeretnénk is, ha az lenne. Nem is tudom, hogy kivel folytassuk, ugye talán akkor igazgatónőhöz egy pár kérdés, akkor most már lehet azt mondani, hogy ilyen kis pici művészpalánták nevelednek az iskola falai között? Tehát presztízs az, hogy valaki mondjuk színjátszóvá váljon? Szerintem igen. Amióta Józsi megjelent nálunk, azóta egyre nagyobb formában van ez jelen, de előtte volt egy pedagógusunk, aki magyar nyelv és irodalom szakos, és ő is színjátszókört működtetett. Természetesen a gyerekek az iskolában is előadták ezeket a műsorokat, iskolai rendezvények keretében, és ugyanúgy a községi rendezvényeken. És most egyre jobban előttünk, most úgy válik egyre jobban, nem is tudom, hogy fejezzem ki, hát bocsánat, de ez nem biztos, hogy így jó lesz, de vannak olyan gyerekek, akiknek a tehetsége most itt látszik kibontakozni. És hátrányos helyzetű gyerekek azok, akik főként itt vannak ezen a szakkörön, és nagyon-nagyon bele tudják élni magukat bizonyos helyzetekbe, és nagyon örülnek annak, amikor az iskola előtt vagy a községi rendezvényen kiemeljük őket. Hát és nem sokára itt ugye nálunk is a Kölcsei Televízióban bemutatkozhatnak. Józsi, te ugye évtizedek óta gyakorlatilag a drámapedagógiának jeles képviselője vagy, illetve a színjátszásnak.
ez a rendezvény, amelyen most túl vagytok, valami különlegesség, hiszen nem egy megszokott színházi találkozó. Mi volt a motivációd, vagy az elképzelésed, amikor ilyen formában hoztad ezt össze? Hát elsősorban az, hogy szeretük volna, hogyha valahogy egy picit másabb a színjátékról szóljon, és ne a versenyszellemről. Egy kis találkozót szeretünk volna, hogy a szakemberek gondolatot tudjanak cserélni, a gyerekek egymással ismerkedjenek, egész éves munkájukról egy általános képet láthassunk, és egy nagyon kellemes családias légkörbe eltöltsünk egy délutánt, vagy akár egy egész napot is, mert arra is volt már példa. És úgy látszik, hogy a kollégáim megszerették ezt a dolgot, most már nagyon szívesen csinálják, és nagyon szívesen jönnek, nem lehet szinte nemet mondani senkinek. Lassan az lesz a problémánk, én azt gondolom, hogy a befogadó képességeinket teszi, hát, hogy úgy mondjam, próbára. De vannak-e rendezvényekkel majd avanzsálódni? Vannak-e elképzeléseink, tehát az elkövetkező időszakban? Hát ugye tudjuk, hogy szakemberekként, hogy egy rendezvény bevezetésére körülbelül 7 év kell. Tehát most még a felénél se tartunk, de már azt érezzük, hogy a pedagógiai programba beleteszik, az éves programba beleteszik a kollégák, és számítanak ránk, és jönnek, és ez nekünk nagyon jó érzés. Hát a mostani rendezvényen, tegnapin, az ugye 120 gyereket tudtunk színpadra állítani, tehát ennyien mutatkoztak be, tehát ez egy hatalmas létszám. Hát nem Oscar-díjakat, hanem mindenféle aranytaps-díjakat osztottatok, és úgy gondolom, hogy nem is az volt a lényeg, hogy itt valami nagyon értékes díj kerüljön a gyerekek birtokába, hanem az, hogy érdeklődéssel nézzék egymást, megtapsolják és élvezzék az együttlétet. Hát köszönjük szépen, mi pedig kíváncsian várjuk akkor a produkciókat. A gyerekek már nagyon izgulnak és nagyon lelkesek, úgyhogy fogadjuk őket szeretettel itt a Kölcsei Televízióban. Hogy a pincér állandóan csak alszik, és nem tudja kiszolgálni a vendégeket. Mit tudom erről? Hát gondolom, főnök úr, hogy a pincérkérdés egy igazán megrázó munka. Ki kell szolgálni az éhes és a szomjas vendégeket, és gondolom ebben megfáradhat, uram. A fűtő is állandóan csak alszik, és így a hajó nem halad sehova. És erről mit tud? Hát gondolom, a fűtőség az egy igazán nagy fizikai munka. A nagy lapátolásba és a hőbe kifáradhat, uram. Azt akarom, hogy minden kettőt vigyel az orvoshoz. Megértette? Igen is, kapitány. Csordj el magát! Jó napot! Jó napot! Mit rendel, hölgyem? Én rendelek magának! Igenis, hölgyem. Bágyat vonások. Enyvett arc. Mélyen ülő szem. Szabálytalan légzés. Szülei élnek? Az anyám. Az apja miben halt meg? Búcsúba. Heveny lövöldözés, meg ilyesmi. Dohányzik? Inkább innék valamit. Nem kínáltam. Akkor dohányzom. Sóhajtson. Ha én gazdag volnék, Csiklandós vagyok! Ember meg a normális, itt komoly dolgokról van szó. Fáj valami-e? Jaj, doktor, itt a lapuckám. Mióta fáj? Mióta kormányos elépett a sötétbe, doktorra nem adna rá valami gyógyszert. Tessék! Köszönöm szépen. De most már hordja el magát! Viszontlátásra, köszönöm Viszontlátásra. Jimmy! Jimmy, kell fel! Kelljen fel! Mikor van, főnök úr? Miért alszik az összes ember? Hát, történt egy kis baleset. Mit csinált? Ópiumot használtam. Ópiumok? Drogok? Illegális anyagok? 10 év! Érti? 10 évet kapok maga, barom! 10 évig fog egy cellába poshatni magával! Érti ezt? Értem, főnök. De mondjuk kitüntetésem is kaphatnék érte. Mondjuk el sem fogadnám. Főnök, vegyem én levegőt! Főnök, maradjon vele, főnök!
van. Ezt ki csinálta? Meg volt az a barom? Én? Nem tudom, de rá van írva, hogy ne fordítsák fejjel lefele. Istenem ezeket a barmokat. Jöjjön, fordítsuk meg! Fordítsuk. Most hagyják! Maga volt főnök, ugye haló volt? Nem, biztosan maga volt győző. Én nem voltam főnök, úgy maga volt. Én egészség itt álltam, maga járatja velem, igaz? Ha nem maga volt, akkor ki volt? Én nem tudom, hé! Jöjjön elő! Tudja, mi történik egy potya utassa, hogyha karanténban van a hajó? Miért kerülne egy hajó karanténba? Megfertőztek valakit hülyeséggel? Hé! Jöjjön elő! Áh! Ebben nincs egy senki, főnök úr! Varázslat! Jöjjön elő! Piszkos Fred a kapitány, főnök úr! Mit akar tőlük? Hát, én a kapitányt kerestem. Sőt, megkísérte. Miért akarja megkeresni a kapitányt, Piszkos Fred? Azt hiszik, hülye vagyok. A vendégeket ópiummal mérgezik. Maga már ezt is tudja, főnök úr? Nem is tudja. Én mindent tudok. Kérem, Piszkos Fred, ezt nem tudnak valahogy megoldani. Biztos van egy másik út. Kezdhetnénk azzal $2000. $2000? Milyen $2000? Hát nekem nincs a $2000. Ennek honnan van $2000? Nekem oda nincsen. Ami ott van a farzsibetben. Erre gondol? Ha? Ez már lehet. Tessék, itt van. Ide a kést is! Most már kvittek vagyunk, ugye? Nem egészen. Hát mit akar még tőlünk? Az Jimmy Pompeo $350 fizetését. Nem igaz. Főnök úr, adjon, de nekem még a szalt is kiveri beleérünk. Rendben. Tessék, itt van. Most már kvittek vagyok, igaz? Már semmi sincsen. Nem egészen. Mit, hát mit akar még tőlünk? Reggelire. Várja, főnök úr, felírom. Pontban 8-kor! Sütve, teljesen átsütve! Mert allergiás vagyok rá! Értettük! Ebédre? Csak is kontinentál! Csak is kontinentál! Spontban délben! Spontban délben! Megértették? Igen is, kapitány úr! Skatruljanak innen! Maga barom! 10 évig fogok magával posadni a cellában! Érti? Maga az idióban!